A Tábor utcából reptetik a drónt a rendőrök. Persze nem az itteni közlekedést, hanem a sokkal forgalmasabb Debreceni út és Tünde utca kereszteződését figyelik. Az eszköz több mint 70 méter magasból is tűpontos képet ad az autósokról. A rendőrség a vármegye több pontján is ellenőriz a napokban. A Safety Day keretében történik most a közlekedés biztonsági ellenőrzésünk. Itt a biztonsági öv elmulasztását ellenőrizzük, illetve az egyéb passzív biztonságtechnikai eszközöket. A vármegyében lévő 8 kapitányság illetékességi területén, illetve az autópálya lévő kollégák is végzik az ellenőrzéseket a mai nap folyamán. Bevetettük a drónokat is, illetve a drónunkat, ami van a városban, és megy vidékre is természetesen. Itt már a csekket adják annak, akiről pár perce felvételt készített a drón. Nem használta biztonsági övét, ezért a közelben lévő rendőrök már intézkednek is az autóssal szemben. A passzív biztonságtechnikai eszközt nagyon jól tudjuk ellenőrizni ezzel a technikai eszközünkkel. Ez egy, mondhatnám, még mindig újdonsága az állampolgárok részére. Úgy gondolják, hogy ha észlelik a rendőrt, és akkor bekapcsolják a biztonsági övet, akkor az így elégséges lehet egy adott ellenőrzés során. Ez sajnos nem igaz. Tapasztalatok azt mutatják, hogy nem használják az állampolgárok a biztonsági övet. Nem fogadják el azt, hogy nem azért kell használni, hogy a rendőrnek ne büntesse őket, hanem azért, hogy életeket menthet, vagy a sérülés fogában mindenképp fontos lehet. Az ellenőrzések mindig célhoz kötöttek. A biztonsági öv használatának elmulasztásán túl a tilos jelzésen áthaladás vagy a stopptábla figyelmen kívül hagyása is könnyen kiszűrhető. Az ütemezett ellenőrzések mellett a sebesség túllépést napi szinten figyelik a rendőrök. A mozgó és rögzített eszközökkel a vármegye több pontján szűrik ki a gyorshajtókat.